Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök minden vendégünket a Tiszapüspöki Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében. Külön köszöntöm Bander József polgármester urat, Fülöp Emil alpolgármester urat, Kocsisné dr. Kóródi Erika jegyzőasszonyt, minden képviselőt, intézményvezetőt és a civil szervezetek képviselőit. Kérem, hallgassuk meg közösen a magyar himnuszt. A roma holokauszt 75. éves évfordulóján az elhurcolt és kivégzett romáinkra emlékezünk. Kérem, hallgassuk meg Farkas László történész megemlékezését. Hölgyeim és uraim! Tisztelettel és szeretettel köszöntök én is minden jelenlévőt a mai emléktábla avatásunkon. Engedjék meg, hogy Csoli Daróczi József egyik ide vonatkozó versével kezdjen beszédem. Elvitték a cigányokat. A sok cigányt mind elvitték. Nagy árkokat ásni vitték. A nagy árok lassan mélyül, víz bugyog fel a mélyéről. Szegény fiúk mind mi fajták. A csendőrök űzik, hajtják. Verik őket, kapják kézre, lemaródott puska végre. Az a nagy árok minek kell, a fekete feneketlen. Nem tudják, honnan is tudnák. Csendőröktől meg nem tudják. Ha tudnák, hogy minek ásnak, hogy maguknak, hogy nem másnak. Maguknak, a többieknek, asszonyoknak, gyerekeknek. Immáron 75 év telt el. Auschwitz-Birkenau táborát 1944. május 16-án tervezték felszámolni, de a romák erejüket összeszedve ellenálltak. Így lett május 16-a, a roma ellenállás napja, az elnyomás elleni inspiráló és példamutató harcra emlékezve. Auschwitz-Birkenau táborát augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszakára számolták fel, az SS katonák több mint 3-4 ezer romát meggyilkolva. Erre a szörnyű és fájdalmas napra emlékezve a Cigány Világszövetség 1972-es
Párizsi kongresszusának határozata alapján augusztus 2-a lett a Roma holokauszt vagy Porajmosz nemzetközi emléknapja. A magyarországi cigányságot sújtó Porajmosz története nem teljes egészében dokumentálható. 1944. március 19-i német megszállást követően először a zsidókat, majd a cigányokat, illetve minden a náci ideológia szerint alacsonyabb rendű embert elkezdtek szervezett módon megsemmisíteni. Körülbelül 30-70 ezer romát, köztük gyerekeket, nőket és öregeket deportáltak a komáromi csillagerődbe, majd onnan különböző koncentrációs táborokba. A Porajmosz során meghalt magyarországi cigányokról nem rendelkezünk pontos számadatokkal. Egyes becslések szerint körülbelül 5000-re tehető azon cigány honfitársaink száma, akiket 1944-45-ben etnikai hovatartozásuk miatt állorvosi kísérletekkel megkínoztak, megnyomorítottak, illetve akiket haláltáborokban gyilkoltak meg, vagy munkaszolgálatokon haltak meg. Tisztelt emlékező közönség! A történelmi visszatekintés után tekintsünk egy kicsit a jelenünkbe. Miért kell megemlékeznünk minden évben a roma holokausztról? Sajnos a közelmúltban választ kaptunk rá ismét. Gondoljunk vissza a török-szentmiklósi eseményekre, és az ott, illetve utána a különböző médiumokban elhangzott beszédekre, interjúkra. Egy ember miatt kollektívan akarták a szélsőjobboldali politikai mozgalmak büntetni egy egész népcsoportot. Ez semmiben sem különbözik a náci gondolkodásmódtól. Azt gondolom, hogy meg kell találnunk az arany középutat, nem szabad beleesni az általánosítás csapdájába. Ne feledjük, hogy az általánosítás vezetett el a holokauszthoz. Mert azt gondolták, hogy minden ember, aki valamilyen csoportba is tartozik, az egyforma. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az idei budapesti központi megemlékezésen elhangzott egy mondat, ami azt gondolom, hogy jól summázza ennek az emléknapnak a mondani valóját. A mondat így hangzott. Fontos folyamatosan figyelmeztetni, s főként a napjainkban figyelmeztetni arra, hogy ez a tragédia nem elválasztható a magyarság sorscsapásaitól. Összefonódik a történelmünk, egy név vagyunk. A cigányság története szerves része a magyar történelemnek. A cigányok minden fontosabb történelmi eseményen részt vettek és szolgálták Magyarországot. Dokumentumok bizonyítják, hogy Zsigmond király óta laknak Magyarországon, és azóta is közös a sorsunk. Ez a tábla emlékeztessen minket minden múltbéri hibára, és hogy azokat ne kövessük el újra. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. A Tiszapüspöki Roma Nemzetiségi Önkormányzat az áldozatok tiszteletére emléktáblát állít. Megkérem Lukács Kálmán, Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, és Kállai Géza képviselő urat, leplezzék le az emléktáblát. Megkérem a jelenlévő vendégeinket, hogy aki virágot szeretne elhelyezni az emléktáblánál, az most tegye meg.
Köszönöm szépen, hallgassuk meg közösen a cigány himnuszt. Végezetül megkérek minden vendéget, hogy közösen tekintsük meg Farkas László kiállítását, melynek címe a Cigánypartól a katedráig, cigány származású emberek, akikre büszkék vagyunk. Köszönöm a figyelmüket. Akkor felkérem Farkas László urat, hogy néhány szóban mondja el a kiállításról a gondolatait. Köszönöm szépen. Hát először is szeretnék köszönetet mondani polgármester úrnak, hogy idén is engem ért az a megtiszteltetés, hogy beszédet mondhattam, illetve hogy ezt a kiállítást én itt berendezhettem. Továbbá szeretnék köszönetet mondani Kálainé Varga Malvinnak, illetve Magyar Andrásnak, nélkülük ez nem valósulhatott volna meg. Szerettem volna egy olyan büszkeségfalat itt létrehozni ebben a könyvtárban, ami hát a beszédem is utaltam rá, szerintem most még nagyobb aktualitása van a történtek miatt. Igen, és megmutassuk, hogy vannak és voltak és lesznek olyan cigányok, akik itt vannak köztünk, és építették ezt az országot, és építik. Hát örömmel mondhatom, hogy nem fért el nagyon sok kép. Többen is jelezték, hogy van hiányosság, hál' Istennek. De a későbbiekben szeretnék majd még ezt bővíteni, helytől függően, vagy pedig majd cseréljük a képeket. Alapvetően két részből áll a kiállítás, arra a termek felé vannak a klasszikusok, tehát 1700-as évekig visszamenőleg. Itt erre, ezen a falon már a napjainkban élő büszkeségek vannak. Hát röviden ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, egy kis figyelmet szeretnék kérni. Engedjék meg, hogy én is település önkormányzata nevében nagy szeretettel, tisztelettel köszöntsek valamennyi kedves megjelentet. Külön köszöntsem a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a vezetői képviselőit, hiszen immár második alkalommal közös akaratunknak megfelelően vigyázzunk településünk, nemzetünk ünnepeire, létrejöhetett ez a megemlékezés. Ebben az évben jubiláltunk, vagy jubileum alkalmából, 75. évforduló alkalmából. Gratulálok és köszönöm Farkas Lászlónak ezt a
felvezetőt, magát az ötletet, mint ötletgazda, hogy vigyázunk arra, hogy békésen egymás kultúráját, identitását tisztelve, mindig a település érdekében végezzük dolgainkat, és a közösség az együtt gondolkodva ilyen és ehhez hasonló ünnepek mentén vigyázzon a múltjára, azért, hogy büszke lehessen a jelenére, és lehessen neki jövője. Én köszönöm az ő munkáját, köszönöm a segítőinek is, akik segítettek létrehozni ezt a kiállítást és ezt az eseményt, Magyar András képviselő úrnak, valamint Kálainé Varga Malvinnak. Én azt gondolom, hogy egy kellő méltóságú, kellő tiszteletű megemlékezésen vagyunk most túl. Fontos településünk van a romák, a magyarországi romák és a többségi társadalom, a magyarok. Mindig bajba vagyok ezzel a szóhasználattal, hiszen valamennyien magyarok vagyunk együttélése. És én úgy gondolom, hogy a néhány óra múlva kezdődő romák a település közéletében előadása Sörkertben, ahová várjuk a településnek egy tágabb körű lakosságát is, kellő helyet ad ennek a témának, hogy erről beszélgessünk, vagy ezzel kapcsolatban elmondhassa mindenki a véleményét. Én a megemlékezés jegyében emelem poharam az évforduló tiszteletére, emelem poharam az áldozatokra, és emelem poharam azokra az emberekre, akik a jelenben és a jövőben is mindig szánnak arra időt, hogy az évnek legalább egy napjában hajtsunk főt, gondoljunk az elhunytakra, és emeljük azt ki, hogy közös összefogásunknak köszönhetően mindig lehet jövője Magyarországnak, lehet jövője Tiszapüspökinek. Kedves egészségükre! Hamarosan augusztus 20-a lesz, és Tiszapüspökiben is egy négynapos ünnepség sorozat vette kezdetét ennek alkalmából. Hogyan is indult ez a négy nap? Igen, hát valóban nem csorbítva a nemzeti ünnepünknek a tényét. Augusztus 20-ai rendezvényre készül az ország, Tiszapüspöki is, és a kis településekre, itt Tiszapüspökibe is jellemző volt az, hogy forrásaiknak, meg szándékuknak köszönhetően, hiszen ilyenkor nagyobb városokba mennek el a lakosok színesebb szórakozás reményében nem nagyon voltak nagyobb rendezvényeink. Ebben az évben abban a szerencsében volt részünk, hogy egy pályázati sikernek köszönhetően tudtunk forrásokat szerezni ahhoz, hogy itt a helyi együttműködéseket, a közösség erejét, a helyi gasztronómiát, a roma nemzetiség többségi társadalom együttélése mentén kidomborítva egy rendezvénysorozatot tudjunk végrehajtani. Így történhet az meg, hogy a mai nappal már második alkalommal találkozunk a héten, hiszen túl vagyunk egy szerintem sikeres 24 órás horgászversenyen, és az együttműködő partnerek, így a Szőketisza Horgász Egyesület után most a Roma Nemzetiségi Önkormányzat másik együttműködő partnere ennek a rendezvénysorozatnak az önkormányzattal, aki a roma gasztronómia, roma kulturális nap megszemélyesítésével, megrendezésével, önkormányzat támogatása mellett egy következő eseménnyel alátámasztva ünnepli a új kenyér ünnepét, augusztus 20-át. A gasztronómia jegyében kell, vagy szerettük volna végrehajtani ezt az esemény sorozatot, ami a településre jellemző. Mi alapvetően egy mezőgazdasági vadászatból élő település voltunk a hőskorban, hiszen hát azért 1010 éves Tiszapüspöki, és mindig is ez volt rá jellemző. A roma lakosság is itt van már azért jó néhány száz éve közöttünk, talán 7-800 év, ami a testállató az, hogy Magyarországon jegyzik, sőt, talán hamarabb is érkeztek a környezetünkbe. Tiszapüspökinek is mindig része volt. Tiszapüspökinek is mindig része volt a roma nemzetiség, a roma kisebbség, és nagy utat tettünk meg attól az időtől a most napjainkig, hogy most arról beszélhetünk, hogy hol tartunk ezen a téren Tiszapüspökibe. És én úgy gondolom, hogy az ehhez és ehhez hasonló rendezvények módot adnak
arra, hogy no hát akkor mi is a kapcsolódási pont, hiszen valamennyien magyarok vagyunk, mégsem kell hagynunk a kultúránkat, hiszen a magyar néptánc, roma néptánc, egyéb az identitáshoz, kultúrához köthető programokon túl, akár az étkekben is megjelenik ez a kettőség. Fontosnak tartottuk azt is kidomborítani a 4 nap alatt, hogy hogyan kapcsolódik ez össze. És első nap ugye a halászlé, amit majd holnap meg fogunk főzni, a mai nap pedig a romaságra jellemző ételek, a kemencés bodog, valamint a tyúkos káposzta került terítékre. Fontosnak tartom elmondani, hogy természetesen, mint mindennek, ennek is megvan a hátsó szándéka, és azért várjuk ide a település közösségét, hogy erősíteni szeretnénk azt a szándékot, hogy igenis nekünk itt együtt kell élnünk, és együtt kell tennünk azért, hogy maga a vidéki életforma, a tiszapüspöki jövője, az tényleg jövőkép lehessen. Fiataljaink, középkorúak, idősebbek számára. És ezért volt az örvendetes, hogy ebben az évben sikerült a szervező munkának, valamint a pályázati lehetőségnek köszönhetően egy olyan 4 napos rendezvénysorozatot szerveznünk, megrendeznünk, ahol ez biztosítva is látszik. Mennyire együttműködőek az itteni romák? Én úgy gondolom, hogy Tiszapüspökére az jellemző, hogy zsáktelepülés voltunk. Nagyon sok hátrányt szoktak felsorolni a zsáktelepülésekre. Én nem azok közé tartozom, akik feltétlen ezt a nézetet osztják. Lehet, hogy a fejlődésnek esetleg gátja, de nem biztos, hogy azoknak van igazuk, akik a felgyorsult világ felgyorsult fejlődésében hisznek. Én inkább lehet, hogy azért is, mert itt születtem Tiszapüspökébe, és nekem megvan még az 55 évvel ezelőtti Tiszapüspökének is a varázsa. Fontos az, hogy milyen a környezetünk, fontos az, hogy szomszéd ismerjen szomszédot, barátok legyenek, és a közös tisztelet, a közös gondoskodás, az együtt gondolkodás jegyében erősödjön az a közösség, ami fenntarthatja a települést. Erre viszont mindenképp egy védőháló az, ha egy zsáktelepülés, egy kis közösség, 2170-en vagyunk közel most Tiszapüspökében, ilyen eseményekkel ezt alá is tudja támasztani. Köszönettel tartozom a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, a képviselő uraknak, valamint az aktivistáknak, hogy kapcsolódtak ehhez az eseményhez, és segítették abban az önkormányzatot, hogy most a második nap is egy ilyen sikeres szervezés elé nézhessen, hiszen a pályázat mellett nagyon sok embernek nagyon sok munkája van abban, hogy közösen együtt jól érezhessük magunkat. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe, az új kenyér tisztelete alkalmából, és én úgy gondolom, hogy a mai este is jó esély fog erre biztosítani. Kezdjük azzal a beszélgetést, hogy a két önkormányzat hogyan tud együttműködni itt Tiszapüspökiben. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 5 évben, mióta Bandel József úr a polgármester úr, és felállt egy roma nemzetiségi önkormányzat, a 4-en vagyunk a nemzetiségi önkormányzat, én úgy gondolom, hogy nagyon pozitívan változott a két önkormányzatnak a együttműködés és a közösségé való békés egymás mellett élés, és sokkal közelebb kerültünk, úgymond a magyarok és nem magyarok a településen. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak mi a feladata, mi a szerepe, mit tesz? Hát nekünk az a feladatunk, hogy nekünk az a lényeg, hogy a érdekképviselet, erre kapunk minimális támogatást az államtól, de csak érdekképviseletre, de azon belül mióta 5 éve itt vagyunk, nagyon sok olyan dolgot hoztunk létre közösen polgárstúrral, meg egyénileg is, ami eddig nem volt a településen. Egy-kettő példát kiragadnák belőle, hogy minden évben díjazzuk a elmúlt 20-25 évben romákétett munkájáért az embereink, egy roma embert, minden évben kap tőlünk egy ajándékcsomagot, egy emlékplakettet, olyan 65 évnél idősebb romáinknak minden karácsony előtt élelmiszercsomagot adunk. Mi hoztuk létre a Roma Nemzetiségi Önkormányzattól egy olyan Mikulás rendezvény, ami nem csak a romáknak, hanem a településünk, minden 2 éves és 12 éves gyereknek Mikulás csomagot adunk, amit ilyen bevontunk ebbe vállalkozókat, ugye önerőben. Nekünk csak
olyan pénzt kaphat, olyan pénzünk van, ami a támogatásra, nem költhetjük másra, csak a papír, kávé, meg ilyen, és szóval működési támogatás, vagy úti költsége, de mi bevontuk a vállalkozókat is, már negyedik éve csináljuk, hogy minden évben karácsonykor, Mikuláskor, vagyis Mikuláskor mindenkinek csomagot hoztunk. Annó részrehozták ezek a kisebbségi önkormányzatokat, ugye tudni kell, hogy Magyarországon 13 kisebbségi önkormányzat van, ebben beletartozunk mi a római önkormányzat, ezt mi így kaptuk már. Én úgy csapódtam ebbe bele 5 évvel ezelőtt, mert ezelőtt a bátyám vitte ezt, és a rokonság. Mi úgy csapódtunk, mert mi elfogyott, lehet, hogy nem értünk mindennel egyet, mert én úgy gondolom, hogy magyarnak születtem, senki nem tehet arról, hogy minek született, arról tehet, hogyan él, de ha már van ilyen, hogy kisebbségi önkormányzat, akkor úgy gondolom, hogy tenni kell a dolgunkat úgy az iskolába, óvodába, a közéletbe, a sportba, a kultúrába, mert ugye ebben is részt veszünk, én edző is vagyok az Újhéttől kezdve a nagyig, polgársul a kultúrás volt, hogy mindent összetartunk. Én úgy gondolom, ha már van kisebbségi önkormányzat, és ebben a római önkormányzat is beletartozik, akkor nekünk kötelességünk a nagy önkormányzattal együtt dolgozni, egy békés egymás menetésbe, gyerekeink, unokáink, mi is, hogy békességbe inkább a településbe. Én minden tiszteletem az elődjei is, de ilyen polgársul, aki ennyire a szívén viseli a romáknak az érdekeit, de az egész közösség érdekét, és non-stop 24 órában dolgozik, én még ilyen polgársulban nem találkoztam, a környékünkön sem. Aki itt a településünkön végigmegy, az mindig egy rendezett, szép környezetet lát. Hát azóta csak egy-két dolgot elmondanák, hogy sportpályánk megépült, műfüves pályánk van, orvosi rendelő, a gyógyszolgálat, most mondhatnám itt az öregeinknek is az otthonán, minden megújult. Én úgy gondolom, térköveztünk olyan területeken, ahol iskola, óvoda, voltok. Én úgy gondolom, mióta ő van, nagyon sokat lendült a településünk, meg az emberiség, és jobban összejárunk. Nálunk nem nagyon van már egy cigány-magyar kérdés. Nyilván a többi roma lakta településsel is kapcsolatban vannak. Szerencsésnek érzik magukat, hogy itt élhetnek Tiszapüspökiben? Nagyon jó kérdés, és vártam is ezt. Igen, nagyon sokkal településsel vagyunk, meg városokkal vagyunk, ilyen megbízási szerződéseket kötöttünk, meg tartsuk a kapcsolatokat sportnapok, kulturális napokon. Én úgy gondolom, hogy a megyében, de lehet, hogy az országban is ez egy ilyen békeszigete. Én úgy gondolom, ez a település, egy jó zsákfalu vagyunk. Én itt élek gyerekkorom óta, egy idejűben elmentem Budapestre, de visszatértem 90-ben, mert én itt érzem jól magam, de és tényleg itt a Békesziget, itt nagyon kevés atrocitás történik. Én úgy gondolom, itt öröm Püspökibe élni. És ezt szeretnénk, hogy igenis jöjjenek ide vissza az elszámozottjaink is, meg jöjjenek ez a falusi csok programmal, reméljük, hogy sokan költöznek, majd egy páran költöznek ide hozzám. Legyen ez a végszó, köszönjük szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget, később. Én szeretnék egy-két szót arról beszélni, a békés egymás mellett élésről. Hogy jó látni, hogy végre együtt vagyunk, és nem csak cigányok és magyarok külön, hogy együtt tudunk gondolkodni, együtt tudunk építeni a jövőnket, a közös jövőnket, a gyerekeink, az unokáink tudjanak iskolába együtt élni, együtt szórakozzanak, együtt sportoljanak, és kérem a segítségeteket is, hogy a további években, a hónapokban, a hetekben is így együtt legyünk, fogjunk össze, felejtsük el ezeket, hogy egymással haragszunk, meg ez ezt mondta, azt mondta, hogy próbáljunk ebben a kis közösségben, a 2100 egy néhány ember, aki lakik ebben a közösségben, hogy megélhető, jó településen legyünk, szórakozzunk, dolgozzunk, gyaporítsuk itt a falunak a hírnevét, és egymást tiszteljük. És köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és szeretném átadni a szót polgármesternek, Banda Józsefnek. Nagy levegőt vettünk most, és én azzal próbálom, hogy mondjam, magamat dicsérni, hogy a pályázatok terén megteszek mindent azért, hogy a településünk előrébb haladhasson, és most ismét egy ilyen pályázati sikernek köszönhetően ebben az évben módunkban állt, önkormányzatnak módjában állt, hogy egy nagyobb levegővételű augusztus 20-i rendezvényt szervezzen. Nem nagyon csináltunk eddig ilyet, hiszen valamennyien elmentek a környező városokba, és ott töltötték a 4 napos hétvégét. Féltünk is egy picit a gondolattól, de hát ha sok szervező van Tiszapüspökibe, érdekképviseletek, civil szervezetek, roma nemzetiségi önkormányzat, akkor nézzük, hogy mire megyünk, és tudunk-e olyan kínálatot biztosítani Tiszapüspöki lakosságának, hogy ő ebben a 4 napos ünnepben úgy gondolja, hogy itt hazai környezetben, Tiszapüspöki csodálatos környezetében töltse pihenését.
Fontos az, hogy a gasztronómiáról is beszéljek. Hát tiszapüspöki elég régóta érünk itt barátságba, ugye kisebbségi társadalom, nemzetiségi társadalom, mindig nagy problémát jelent, hát én azt mondom, romák, nem romák, én magam is gyermekkorom óta ebben a közösségben élek, és együtt éltük meg a bánatainkat, együtt éltük meg az örömeinket, én azt gondolom, együtt küzdöttünk akkor, ha küzdködni kellett, és ez egy szép dolog, én ennek vagyok a híve, és ezt fogom továbbra is képviselni. Az is kidomborodik, hogy maga az étkeink is a falusi ételekhez, ehhez a Tiszaparthoz, ami oly csodálatos itt a környékünkön, vagy ahhoz a kultúrához, ami a romákat, vagy éppen a magyarokat jellemzi, kapcsolódik. Ezért van az, hogy halászlé, tyúkos káposzta, bodag, holnap pedig a tönköly búzából, tönköly díszből megsütjük a településnek a kenyerét. Én a most itt lévőknek azt kérem, hogy valóban folytassuk ezt a gondolatot. És ha így demonstrálni tudjuk egy hívó szóra, hogy jöjjön föl mindenki, aki ebben részt tud vállalni, és tudja segíteni a munkáját, akkor ez például fog szolgálni azoknak, akik még most otthon maradtak, vagy hazavisszük a híreket, és akkor így előrébb juthat a településünk.